megvettem a tyúkot, mondtam, hogy én nem tudom megölni. Úgyhogy ez egy kitömött tyúk volt a balhéken. Mindenki azt mondja, ú, de jól néz ki. Tehát erről van szó. Köszönöm szépen. Örökös mosolygás, ezt annyira imádtam, majdnem annyi fogad van, mint az Incinek, de csak majdnem. Na most a helyzet, azt meséld el nekem, hogy mikor jöttél hozzánk, akkor, hát az otthoni fényképezésnek az volt a fantasztikus jó oldala, hogy családias volt. Tehát a, ugye, hát csak, na most akkor meséld el, amikor jöttél, akkor mit kerestél elsőnek? Hát a süteményt. Sziasztok, jó estét kívánok. Nem, én rólatok szeretnék egyszer mesélni, hogy milyen volt veletek dolgozni, veled, a Bakossal, a Módossal, tehát olyan fantasztikus élményeink vannak szerintem mindegyikünknek, amit a mostani generáció soha nem fog megtapasztalni. Az a helyzet, hogy a Klárinak minden ruhája visszamenőleg 300 évre még most is föl tudja venni. Ez az egyik. Másodszor az egyedüli tyúk, aki csirke, és aki be is vallja, hogy hány éves bevallod? Ide hangosan. Hát én jó estét kívánok. Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretek ilyen alkalmakkor beszélni, mert lehet, hogy nem sok ilyen alkalomban meg lesz. Hát 81. évenben vagyok, de ebben én mindig elmondom, de köszönöm szépen, ezt mindig elmondom, de ezt nem hiszi el senki, és talán ilyen álszerénységnek vélik, pedig hála Istennek ez a koromnak az egyik nagy vívmánya, hogy sikerült leszoknom erről a polgári szerénységről, amire neveltek. Még egyetemen tanulnak egyébként, mert én később kezdtem el szülni gyerekeket. Az egyik Cambridge-ben, a másik Manchesterben, és ettől valahogy úgy a saját életkoromat is egy kicsit másképp élem meg. Tehát mi tudtuk azért rólad, hogy te elsősorban tárgyfotós vagy, és hát nem nyomtad meg a gombot, ez a helyzet, és én ott álltam a bukósisakban, a fürdőruhában, reméltem egyébként el, hogy hozod ezt a képet, mert azért nagyon megdolgoztam. Hogy a címe Vas virág, az örökké rövid története, mondjuk baromi jó cím is, ezt te álltad ki. Igen. Ezt a képet kirakhatnád odahaza? Azt mondtad, hogy a kandallója fölé kellene. Igen, azt mondtam, hogy oda kellene, a kandalló fölé kellene. Mert ez oda illene. Annyira szép. Nagyon örülök, hogy ezen a kiállításon két képem is szerepel, és köszönöm, hálám. A Györgyi középen, hát a legnagyobb szemű az összes modell között, és ott már közben ő fogja a momorát, Barról, Kocsmáros Kati, sajnos ő már nem él, ott van a fekete Klári, a Barról a második helyen, aztán a Györgyi. A legnagyobb poén, hogy a vörös hajú nőt nem tudjuk, hogy kicsoda.